fennállásának 45. évfordulóját. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Káposzta Lajos esperes urat, Font Sándor országgyűlési képviselő urat, valamint Temeréli Ferenc és Szőke Tóth Mihály polgármester urakat. Kérem, engedjék meg, hogy itt mondjuk köszönetet a mai este támogatóknak is. Polgármesteri hivatal Soltvadkert, Polgármesteri hivatal Bócsa, Kiskunapró Kft., Káposzta Lajos, Kelemen János, Nyúl László, Tóth Endre, Horváth Sándor, Virág Szabolcs, Martin Mónika, Sámer Zsuzsa, Sanoki Kft., Galántai Károly, Nosztalgia Zenekar. A műsor házigazdája ezen az estén Lengyel Alexandra és Szikora Bence. Felkérem Szőke Tóth Mihály urat, Bócsa polgármesterét, tartsa meg megnyitó beszédét. Szeretettel üdvözlöm Önöket, tisztelt esperes úr, tisztelt képviselő úr, polgármester urak, kedves vendégek, akiket Önök mindannyiunkat a kultúra szeretete és a népzene művelése hozta össze itt a mai napon, Bócsán, a Hungarikum házban. Igazán örömteli évről évre megtekinteni azt, hogy Bócsán és Soltvadkerten és Bócsán a sok-sok klassz kiváló teljesítmény mellett a népzene művelése is több csoporton keresztül megtörténik. Bócsán 2,5 citer a zenekarban, Soltvadkerten pedig fél kötőjel egy. Mindannyian érzékeljük azt, hogy a Soltvadkerti citera zenekar, ami jelenleg a Kultágas 77 citera egyesület nevével és képében jelenik meg, azért mind a két település életét átszőtte az elmúlt 10 évben. Ez annak köszönhető, hogy ez a gyönyörű és nagy hagyományokkal rendelkező citera egyesület az elmúlt 11 évben Dukai Judit és Tóth János szigorú és hatékony felügyelete mellett a környékbeli gyermekek számára adta azt a lehetőséget, hogy ezt a szép hangszert és népzenét művelhessék, és ez mind a két település kulturális életének egy üdes színfoltja, így Soltvadkerté és Bócsáné is. A két lakiság ennél az egyesületnél abban is érzékelhető, hogy a szükséges és örömteli próbákat, azokat Soltvadkerten és néha Bócsán is megtartják. Ahogyan a mai napra készültem a Soltvadkerti citera zenekar történelmével, valóban 45 éve Dukai Judit édesapja alapította ezt a citera zenekart, és az akkori alapítók közül Hoffmann Bálint urat is itt köszönhetjük körünkben. És igazán szép történet ez, bízom benne, hogy néhány év múlva már a fél évszázados évfordulóját ünnepelhetjük ennek a citera zenekarnak. A örömteli számomra, hogy bócsai gyermekek is résztvevő, illetve tagjai ennek a zenekarnak, és az elmúlt években a bócsai lakosság számára is nagy örömet jelentett az, hogy ezt a citera egyesület életét és a fellépéseit nyomon követhettük. Én kívánok a mai napra Önöknek és a kedves vendégeknek, a más településekről érkező citera zenekarok és hozzátartozóiknak kiváló együtt töltött időt, ismerkedjünk, barátkozzunk, és külön kiemelném, hogy én most körülbelül 4 év után egy nagyon kedves barátommal találkoztam itt, Átány polgármesterével, Jábor Dénes úrral.
nagyon örülünk, hogy itt vagy a körünkben. Ez is bizonyítja azt, hogy milyen kicsi Magyarország, illetve azt, hogy a jó emberek több összefüggés rendszerben is megismerkedhetnek, és Tóth János az Egyesület egyik vezetője, illetve az Egyesület már többször fellépett Hátány településen. János a Bócsai születi felvonulás szereplője a zenekarában, és tudomásom szerint nagyon sok helyen fellépnek Magyarországon, illetve a történelmi Magyarország területén is. Én kívánok jó egészséget és további sok-sok teremtő energiát a Citera Egyesület vezetésének, és természetesen azt kívánom, hogy ez a fajta közösségépítő tevékenység, mint egy hagyományos népi hangszer művelése egyesületi formában, sőt, a gyermekek mentorálása mellett ez a dolog minél inkább sikerüljön a következő években. Azt hiszem, hogy mindannyian, akik a világot figyeljük, felismerjük és még inkább értékeljük azt a dolgot, amikor élőben gyermekek, fiatalok, felnőttek zenélnek, és hangsúlyoztam az élőben szót, hiszen egyre inkább minden korosztály ki van téve annak a veszélynek, hogy ott van a számítógép előtt, vagy telefonnal kézben, egyedül. A Citera zenélés meghozza azt a boldogságot, a barátságot, ami egy közösségi formában végzett zenélés, vagy sport egyik fő hajtóereje lehet mindannyiunk számára. És köszönjük szépen még egyszer a mai rendezvény megszervezéséhez azt a hősies erőfeszítést, amit bemutattatok, és még egyszer kívánok mindenkinek kellemes időtöltést a mai napra. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Felkérem Temerin Ferenc urat, Svarlatkert város polgármesterét, tartsa meg köszöntőjét! Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden később tevékenység. Az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon, a zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, és ami benne érték, azt mind meghatározza. Lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út, de mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mint a sivatagon menne át, hanem virágos éjjel. Kodály Zoltán gondolataival is őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt Bócsán, ahol jó magam is vendég vagyok. Nagyon köszönöm a rendezők nevében, hogy elfogadták a meghívásukat, hogy fontosnak találták, hogy eljöjjenek együtt, muzsikáljanak, ápolják azokat az évtizedes kapcsolatokat, amelyeket itt a zenekarok között kialakítottak. Én is szeretném megköszönni a rendezőknek azokat az erőfeszítéseket, amelyek által létrejöhetett ez a mai találkozó. Elsőnek is szeretném megköszönni Szőke Tóth Mihály kollégámnak, hogy helyett is ilyen kiváló körülményeket biztosított a rendezvényhez. Néhány palac vadkerti borral szeretném majd kifejezni a köszönetünket. És ugyanez egy vadkerti gyökerű találkozó, ezer szállat kötődnek bócsai muzsikusok, bócsai emberek a vadkerti Citera zenekarhoz is. Úgyhogy nyugodtan nevezhetem, azt hiszem, vadkerti bócsai közös rendezvénynek ezt. Szeretném megköszönni természetesen a rendezvény főszervezőjének, Dukai Juditnak az elvégzett munkát, azt, hogy összetartja ezt a zenekart, azt, hogy pénzt kerít, ruhát vásárol, hangszereket vásárol, vagy éppen maga
a készít hangszereket. Tehát iszonyatos munka van e mögött, és hatalmas érték ez Sorcadkertnek és Bócsának is vele együtt, hogy ilyen közösségek léteznek, hogy ezeket a közösségeket sikerül megőrizni, és ezek a közösségek kapcsolatot tartanak, nemzetközi kapcsolatokat tartanak egymással. Ez hihetetlen és felbecsülhetetlen értékű munka. Ráadásul, ahogy kollégám említette, ez a Citera zenekarim már 45 éves. Úgyhogy most mindannyiunk, a Vadkerti, a Bócsai polgárok, a Vadkerti és a Bócsai önkormányzat nevében szeretném szintén jelképesen megköszönni Juditnak azt a munkát, amit a zenekar összetartásáért, vezetéséért, ennek az ilyen típusú rendezvények megszervezéséért tett egy díszoklevéllel és szintén egy palac Vadkerti polgárok. Egy pillanatra felidézzük azokat a gondolatokat, amelyek ebben a néhány mondatos idézetben voltak. Hihetetlen, hogy mennyire aktuálisak ezek a gondolatok itt most Bócsán 2022-ben. Elég, hogy csak visszagondolunk arra az elmúlt néhány év bezártságára, vagy ha arra gondolunk, hogy milyen bizonytalanságok, milyen feszültségekkel terheltek a napjaink, és milyen bizonytalansággal tekintünk a jövőbe, akár a következő tél történéseit nem nagyon tudjuk megbecsülni, hogy mivel fognak járni. Tehát tényleg őszintén nagyon fontos szerepe van az ilyen rendezvényeknek, hogy tényleg ezt a fajta együttzenélést, ami segít elfelejteni a gondjainkat, egy kis kitapcsolódást biztosít, ezt nagyon meg kell becsülnünk. És ha most arra gondolunk, hogy itt az idézetben a sivatagról is szó volt, hát itt a homokhátság közepén lassan nem csak elképzelnünk kell a sivatagot, hanem tényleg kézzelfogható valóság fenyeget bennünket ezzel a fajta masszájjal, ami most évek óta súlyt bennünket. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttek, hogy segítenek nekünk egy kicsit gondtalanabbá tenni a hétköznapjainkat. Kívánok önöknek nagyon jó szórakozást, érezzék jól magukat, jöjjenek legközelebb is, remélem legközelebb Sorcadkertben találkozhatunk. Nagyon jó szórakozást magukat! Nagyon szépen köszönjük! Felkérem Káposzta Lajos esperes urat, ossza meg velünk gondolatait az ünnep alkalmából. Igen, tisztelt polgármester urak, képviselő úr, hölgyeim és uraim, elnök megosztja a zenekar az ünnepet, tehát mindazok, akik itt vagyunk ezen az alkalmon. Kodály Zoltán megyéjében nem tudom ki, hogy készült erre a előadásra. Hogy készültünk, zeneileg így kérdezem, és itt mindenki gondolkozzék el ezen, van-e nótád, van-e dalod, van-e éneked. Miért fontos ez? Mert a népdal, a dal, és akár egyházi és világének, az mindig összekapcsolja az embert. Zenekar is csak úgy működik, ha igaz az, hogy együtt. Figyelve egymást, egymásra hallgatva, és egy taktusra hangnemben játszva, ez a lényege a zenének. Nagyon fontos, hogy az idő, az események, a történelem és a személyek újra és újra az ünnepi alkalmakon előkerüljenek. Éppen ezért a megnyitó beszédben szeretném, hogy kik is voltak 1977-ben
az induláskor ennek a zenekarnak a tagjai. Vettelt József, Leoszki Márton, Sejtelt Gergő, Hoffmann Bálint, Lukai Judit, a zenekar alapítója, vezetője, Lukai György. Aztán később ennek a zenekarnak Lukai János is tagja lett, méghozzá azért, mert csatlakozott ez a családi, ehhez a zenekari közösséghez. A történelme során voltak kisebb-nagyobb szünetek, kihagyások, voltak olyan alkalmak, amikor sokféle felállásban kellett újra és újra zenélni. Aztán később Lukai János vette át 96-ban ennek a zenekarnak a vezetését egy rövid időre, és 2009-ben pedig Judit volt az, aki tovább vitte ezt a zenekart mind a mai napig. Kedves Judit, volt tanítványom, köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek. Itt lehetek Bócsán, ahol én hosszú időn keresztül azért lelkészkedtem is. Sőt, így mondanám, 54 év annak, hogy én tulajdonképpen Kodály Zoltán megyéjének lakója lettem. Hogy is kerültünk ide? Egyszerű volt, mert amikor én Tokajból ide kerültem, Sömbörből Vödörbe kerültünk, Borból Borba. És ebben azon az igazság az, hogy itt kellett és itt lehetett szolgálni egy életen keresztül. 1996 óta a zenekarban van még Lajos Károly. De meg kell említenem, meghívottak között Dukai János és Hoffmann Bálint testvérünket. Mi az értéke a zenekari játéknak? Az, hogy együtt. És ez rendkívül fontos együtt, mert annak ellenére, hogy ennek a zenekarnak a történelem során négy neve volt, Soltalkerti Citere zenekar, Soltalkerti Idegenforgalmi és Kulturális Egyesület Citere zenekara, Soltalkert Város Citere zenekara, most pedig Kultárkas 77 Citere zenekar. És én azt hiszem, hogy ezzel együtt elmondtam mindent. De el kell mondanom azt, hogy tulajdonképpen rendkívül fontos az, hogy a különbözőség ellenére tudunk énekelni, dalolni és élvezni a zenét. Az emberi méltóság egyik jele az az érték, hogy zene. Éppen ezért mindenki gondolja végig azt, hogy ha itt végigmennénk, mint ahogy régen 54 évvel ezelőtt a lapodalmakban volt, a vacsora után elénekeltük a mennyasszony a fiatal pár körül, mindenki a maga nótáját, de együtt. Hányan tudnánk ma itt is együtt énekelni? Kedves Judit, tanítsátok meg a mai itt lévő ünneplőket, hogy azért énekeljünk is együtt. És én ezekkel a gondolatokkal fogalmazom meg azt, hogy nem csak a zenének van jövője, hanem a zenélni tudó embernek is van jövője. Mert a zene, a dal, az ének az embert átsegíti az élet súlyos pillanatain. Akkor dúdoljunk együtt, énekeljünk együtt, és hallgassuk együtt a zenekarnak, az ünneplő zenekarnak a zenéjét. És ezzel mai hengvers hangverseny megnyitom. És szeretném átadni Tessenek erre fele fordulni. Közelebb. Mehetünk le megünk? Köszönöm. Köszönjük szépen. Kedves vendégek, kezdődjük hát az ünnepi műsor. Először a kikindai őszi rózsa asszonykórus műsorát át. Az 50-es években az egyik legtömegesebb és legaktívabb alosztályok közé tartozott. Különösen jelentős sikereket ért el Palusai Béla karmester vezetése alatt. 1956-ban részvevői voltak a tartományi énekkarok szemléjének. 1957-ben egyfajta törés állt az énekkar munkájában, Palusai Béla távozásával.
Az akkori vezetőség próbált megfelelő karnagyot találni, de ezt kisebb-nagyobb sikerrel érték el. A 60-as évek elején Rácz Jenő, az önkéntes tűzoltók zenekarának vezetője vette át az egység énekarát. A 90-es évek közepén alakult meg ismételten az énekar, az Őszi Rózsa asszonykórus néven, melynek vezetője Varga Rozália. A megalakulásuk kezdetétől sikereket érnek el a hazai és külföldi fellépéseiken. Rendszeres részvevői a Dobindónak, jó kapcsolatot ápolnak a nagykínai nyugdíjas kórusokkal, és együttesen szokták meglátogatni a gerontológiai központ felhasználói. Rendszeresen látogatnak el, és lépnek fel Galga Hévizen, Sortot kertem. Házigazdái a Nemzetközi Kórusok Találkozójának, amelyet az Egység Művelődési Egyesület keretén belül szoktak évről évre megszervezni, ilyenkor több mint 100 vendége is van az Egyesületnek Magyarországról és Romániából is.